Sülnek a kolbászok a Kétyi Kolbásztöltő Fesztiválon. Az idei rendezvény pályázati forrás nélkül az önkormányzat költségvetéséből és támogatók segítségével valósult meg. A fesztivál még 2019-ben indult hagyományteremtő jelleggel. Úgy néz ki, hogy tetszik a lakosságnak, tetszik a közönségnek, sikerült mindig olyan programokkal feltölteni, amik tartalmasak és érdekesek, ezért nagy örömnek örvend, tehát nagyon sokan szeretik ezt a rendezvényt, és akkor így látszik, hogy 22 csapat indult, tehát szerintem ez egy jó kis rendezvény. A kolbásztöltés ötlete a kezdetektől fogva praktikusnak tűnt, ezért is esett erre az ételre a szervezők választása. Ennek a sok embernek végül is az élelmezéséről valamilyen úton-módon gondoskodni kell. Az a legegyszerűbb, hogyha mindenki saját maga készíti el az ő ebédjét, nevezzük így, és a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb véleményem szerint egy kolbásztöltés. Hát, hogyha ilyen bugrácsos kajában gondolkodunk, akkor van, aki fával csinálja, van, aki gázzal csinálja, tehát itt most nekünk a legjobban, ami bevált, ez a gázon készített étel, és a kolbászt azt mindenki szereti. A felvidékről érkező érsek Kéty 26 éve testvértelepülése Kétynek. A delegáció mindig örömmel érkezik a fesztiválra. Ők a kolbászhoz vörösbort is tesznek. Ez ilyen hazai ízek nálunk lényegében, ilyen igaz szekszárdis borvidék, de mi is hozzáteszünk, nem tudom, mindig hozzáteszünk egy kevés ilyen vörösbort, egy-két deciről van szó, ugyebár, sőt nem sokat, de nem tudom, hogy miért másabb, de nekünk ez egy ilyen hazai érzés. Érdekesség, hogy Lengyelországban is található egy Kéty nevű település, a kis lengyelországi Vajdaságban, innen is érkeztek vendégek. Évek óta ellátogatunk ide Kétyre, a polgármester úr meghívására, mondja a lengyelországi Kéty alpolgármestere. Nagyon sok szeretettel jövünk ide, hogy meg tudjuk kóstolni az itteni kolbászokat. A jó hangulatú napot az esős időjárás sem zavarta meg. A kolbásztöltésre idén 22 csapat jelentkezett.